Brother. Élő. Brother. Szereted a horror filmeket, Sidney? Jó estét kívánok mindenkinek, aki nem értette ezt a többszörösen kódolt üzenetet, annak most elmagyarázom, a Sikoly című horrorfilmből idéztem, és az eredeti Cindy név helyére Andy házbéli becenevét, vagyis a Sidneyt mondtam. Sziasztok, horror hét van a házban, ma este mi is a ház lakóinak horrorfilm készítésével fogunk foglalkozni. Vendégeim lesznek magyar, hát inkább úgy fogalmaznék, az egyetlen magyar horrorfilm készítő gárda lesz itt a stúdióban, velük fogok beszélgetni arról, hogy hogyan sikerül a feladat, a paródia, ugye horror paródiát kell forgatniuk a ház lakóinak. Jó, ez a fekete horror ruha, olyan, mint a feltöltőkártyás mobiltelefon. Tehát horror hét, többfajta karaktert kell megjeleníteniük a filmben, vannak jó és kevésbé szimpatikus karakterek. Renátó, úgy tűnik, hogy eddig Renátó fogja játszani a rendőrt, az majd meglátjuk, hogy pozitív vagy negatív is lesz a filmben, de hogy az előbb néztem, most már Pongó van a rendőrruha, majd megnézzük. Ma is sokat fogjuk kapcsolni a házból a ház kameráinak a képét. És akkor térjünk át a napi kérdésre, ami természetesen szintén a horrorral kapcsolatos, de mielőtt felteszem a kérdést, nézzük meg, hogyan is álltak neki a feladatnak a házlakói. Félek egy picit. Már most vannak ilyen... Nem én szerettem volna csinálni ezt a feladat felelőst. Bármint legalább egy fokkal legyen határozottabb. És hogyha csak annyira, hogy Big Brother... Érted, hogyha ez egy angol show lenne, akkor egy angolnak egy tök jó szójáték nekik. A Big Brother az olyan, mint nekünk a nagy test kötője a vér. Nekem az az ötletem, hogy a felelős találja ki, mi legyen a címe, és akkor senki nem fog rá haragudni. De, én igen. Nem. De. Mindenkinek a sajátja a kedvese, meg az ő ötlete, és ebből majd lesznek problémák. Milyen művész jó! Egyen, és így... Jó, mondjál jobbat, mint a frászkodik a nagy testi házban. Na mondjál, jobban. Rémálom a Big házban, nem akarok senkit bántani, de az a gagy. Hagyjatok békén, most már komolyan, de nem akarom, mert akkor neki rossz, meg a többi ötnek, érted, és már meg Évi, egyébként meg neked rossz is. Mindjárt szétgyúrom az öröm, és kimegyek komolyan. Elrögte, így elrögte. Nem, semmi, figyelj. Ilyenkor most én leszek a rossz. Rani, akkor bogadnál. Jó, akkor sárga mosófőzelék. Nem is olyan egyszerű horrorfilmet rendezni, hát majd kiderül, mit tud ez a Bálint gyerek. Ó, fényváltás, akkor leveszem a Krampusz ruhát. És akkor a mai napi kérdésünk nem más, mint hogy sikerül-e Bálintnak paródiaként megrendezni a horrorfilmet. Ugye az a feladat, hogy horror paródiát kell rendezni, hát nem tudom, hogy ez könnyebben, mint egy rendes horrorfilmet, majd kiderül. 1792-es SMS számra várjuk az igen-nem tippeket, és természetesen, mint minden nap, ma is egy feltöltőkártyás mobiltelefont lehet nyerni, amit az előbb már megmutattam. Ő az. Jelölő hét van, tehát horror hét és jelölő hét. Én most Kaposvárra fogok menni szombaton, végleges a helyszín, a szórakoztató és üzletközpontban várok minden kedves kaposvári Big Brother rajongót, Évi rajongókat különösen, akik szeretnének szerepelni a jelölő showban. Klaudiához is lehet majd még jelentkezni. 0692220200-as telefonszámom, vagy a közönségkukac bigbrother.vnet.hu e-mail címem. Természetesen ma is élni fog a Hello Brother vonal, a 0681-320-100-as vonal, ugye ez az új számunk, senki ne felejts el, és mindenki használja ki az alkalmat, hogy vendégeim hamarosan itt lesznek, horrorfilmkészítők lesznek, magyar horrorfilmesek, összesen csak hárman vannak. És akkor most, ahogy ez lenni szokott, kapcsoljuk a ház kameráit élőben. Mondjuk jön be, amíg idáig eljön itt áll a falnál mondjuk a piadóna, mint, tehát nem kell mindenkinek feküdni, mert 6-7 ember fekszik, ja. Kettő meg idáig bejön, találkozik, hogy a kocsi meg csak átfut. Én meg az ágyalóját. Kész, akkor szerepeltem. És mindenki így kezdi a mondatot, hogy nincs kell neked. És akkor mondd egy mondatot. Jó. De hogy lepihenni, beküldés. Igen, azt kell. És akkor sokan vannak már a hálóba, ott látszik, hogy beszélnek. Kocsi, hogy belepja a kész. Ennyi. Jó.
És akkor mondjuk egy valakit szúr, ez egy lehet, hogy úgy kell, hogy két lépés, akkor hozzam egy hűs. És egy Így van. Aztán valami takos, le akarok szúrni. Nem, lefeküdni, mert ugye megijed, mindenki utána, az valami gyilkosság is most már legyen. És utána megölik, mondjuk, és utána banzáj, mert meghal. A halál megöli a turistát, vagy a turista megöli a halált, és akkor ott lesz egy csomó vér. De most már lassan mindenkinek mindenképpen rajta kell, hogy legyen. Igen. Az olyan kettes jelenetek nem nagyon jó. Ez a... Úgy egy kis vita van a házban, horrorfilm készítésre. Mit nyúlkálsz? Fúj, de undorító. Mi ez? Ezt te csináltad? Megérkeztek közben a vendégek. Üdvözlöm a horrorfilm készítőket. Miokovics Mátyás, maszkmester. Mutassuk meg a kamerának, gondolom ez a te műved. Velőssön nőknek, mert hogy ez egy férfi kéz. Kinek lehet ez a keze? Mondjuk Itinek jól állna. Hol van Iti? Ott. Fúj. Tehát Mátyás, maszkmester, Zsolt a rendező, és Tamás, az operatőr. Ti készítettetek egy filmet. Az is paródia volt? A hasfelmetsző? Igen, paródia? Hasfalmetszők. Na akkor... Hát abszolút. Ti mint abszolút szakértők tudtok hozzászólni a feladathoz. Mondjuk viccre, de egyébként meg az volt. A ház lakóinak az a feladata, hogy horrorfilmet kell készíteniük, meg vannak adva karakterek, vannak ruhák szerintetek. A lakók közül kinek van jó feje a horror műfajhoz? Pongó. Pongó, egyből rávágod? Mert nem kell haj a horrorhoz? Nem, neki van olyan kinézete, szerintem. Neki miért? Ezt szerintem, ahogy Tarabár, ő megjött a házból, mert nem tud részt venni, ez is egy horror mosoly. Abszolút. Mert milyen karakterek kellenek a horrorhoz egyébként? Tehát kinek van félelmetes feje? Pongónak egyébként nincs szerintem félelmetes feje. Nagyon gyilkos, de nem rossz. Hát ez a tipikus fej. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk szerepeltessünk egy ilyen karaktert, hogy ez legyen valami gyilkos, akkor az szerintem biztos, hogy nem a Évit fogják mondjuk. Évi boszorkány fog játszani, egyébként nagyon jól tud játszani. Múltkor cigánylány volt a pusztanapon. A másik, ott látjuk is Évikét, ott van épp, amíg festi magát. Ez egy klasszikus sminknek számít? Ahogy elnézitek, tehát jól festi ki magát? Hát az, hogy jól, az azért túlzás, de na, mondja a maszkmester, mert... Kritika érkezik közül. A jó véres, nem? Hát nem tudom, hogy mit akar vele, tehát ez... És akkor egyből azt a... Szerintem meglátja. Hol van arcolt? Félelmetes arcolt. Jöjjön. Apropó vér, a másik nagy kérdés, hogy a házlakók is hosszan gondolkodtak azon, hogy mi a vért mivel lehet helyettesíteni, és azon gondolkodtak, hogy szörp vagy ketchup, ott is van melletted egy kis ketchup. Ti mit gondoltok erről? Mi a legjobb művér? Hát szerintem a ketchup az egyáltalán nem jó, erre van több ilyen régi recept. Az egyik, ami nagyon bevált, az a kakaópor és tempera és víz. Így van, mert az megadja az állagát, mert a vérnek van sűrűség. De a kakaópor az barna, a vér pedig vörös. Azért kell a tempera hozzá. Tehát azért kell hozzá. De a kakaópor megadja ezt a sűrűségét a vérnek, tehát a művérnek, ami az igazi vérnek is van. Hát kakaójuk még lehet is benne a házba, de erre nem gondoltak, ezt tanulni hát kell, nem? Hát a színjön biztos nem, mert hogy igazából nem hozzák össze, viszont fogyasztható rá a végtermék, hogyha másra nem. Erre jó. Mitől lesz paródia egy horrorfilm? A vér mennyiségétől? Szerintem attól, hogy röhögnek rajta, attól az már paródia. És itt van az a csapda, hogyha valamit komolynak szánunk és röhögnek rajta, akkor az igazából nem egy nagy siker az alkotónak, mert hogy viszont egy idő után szerintem már a túlzott vér is lehet akár röhegy fog a nézőből elő. Varázsolni, mert hogy már nem tud már hányni, meg már nem tud ezek mit csinálni. Ezek nem röhögök, dobd ide azt a kis velős csontot. Te nem dobod, ez a te műved, nem. Mi dobáltuk. Te megbecsülöd, igen, nagyon szép darab. Tehát ez nem röhelyes, hát hogyha valaki egy ilyet lát, nem tudom, a kamerán keresztül, mondjuk ez elég igazinak tűnik. Igen. Hát az volt, hogy milyen környezetben az, hogy tedd ki az utcára, akkor biztos, hogy ráteszem a telefonokra, ebben a környezetben röhelyes. Ezzel veszem fel, halló, ez itt a nagy testvérvonala. Innentől fogva röhelyes, tehát ez is lényeg, hogy mit csinálsz éppen vele. Megfügg be egy étterembe, és
Nézd meg, hogy majd hányan fognak rögni rajtam, az asztalon ott van a menü közben. Milyen hangok kellenek egy horrorfilmhez? Ők is válogattak zenét, természetesen a sejtelmes zenéket részesítik előnybe, de nem tudom, mi a jó zene? Milyen emberi hangok kellenek? De zene az nagyon fontos, hogy zene... Zene nélkül a horror halott. Hát pedig a néma film korábban is voltak. Na jó, de hát maga sem ezen. Azokat is olyan szerény technikai lehetőség között készítették, mint a házlakók. Más voltak az van olyan, hogyha nem, tehát nincs zenei, vagy effekt, vagy valami zenei. A sikoly fontos? Hát persze. Minden horrorfilmben kell sikítás. Hány sikítás kell? 4, 5, 20? Filmje válogatja. Akkor most mutatok nektek egy filmet, hogy hogy tudnak sikítani a házlakók. Sikítani nem is tudnék szerintem. Csak próbáld meg. Nem jön ki a hang a torkam. Na, ilyen reket lesz. Lehet, hogy nekem is. Nem szerintem is. Na, csináld. Te ordítani tudnál nagyot. Ilyet. Olyat tudnék, jó? Nekem is így. Csak ez nagyon király volt. Figyelj, Bálint, tudod, mit kéne csinálni? Össze kéne írni, ami kell, amire szükség van, meg a hifi is, hogy maradjon, és essünk neki, aztán dolgozzunk. Mi a véleményed róla? Tehát te vagy a felelős, mennyibe kérdezd meg, hogy összejön ez így. És akkor tudunk... Nem utogass, mert rászoksz a lopásra. Vissza a maszmesternek. Erre is büszke vagy, erre az újra? Erre a fölpróbálom. Elég jó. Ez egy nagykezű ember volt. Ez is az Itinek való. Erre büszke vagy? Büszke vagyok az a munkámra. De ki sikított a legjobban? Jó kérdés, mert most annyira nem is láttam, hogy mi. Nem láttad, hallottuk. Volt egy nagyon rekett. Évinek. Igen, az jó volt. Hát Angélának van a legrekettebb hangja, ő egyébként szeretné is a hangját kamatoztatni, esetleg mint szinkron színész, vagy hogy rádióknál szeretne elhelyezkedni, ez egy nagy vágya. Jó a hangja? Hát filmes szemmel jó a hangja. Jól tud sikítani. Jó, tehát ez már végül is egy, mondhatni, egy ilyen első megmutatásnak jó, mondjuk a horrorfilm irányába. A lakóknak azért persze bizonyos keretek között kell elkészíteni ezt a horrorfilmet. Vannak megadott karakterek, tehát lakály, Donald kacsa, őrült professzor, stb. Hát nyilván az őrült professzort egyszerűbb beleilleszteni a történetben, mint a Donald kacsát. Vagy ti hogy illesztenétek? Azt is le lehet mészárolni végül is. Donald kacsa volt forrag. Az a lényeg, hogy valaki legyen a gyilkos, és az összes többi törje meg is kész. Akár lehet mészárolni. És egy ilyen mondatot be kell illeszteni ők a párbeszédekbe, ilyen mondatokat, mint például a parlagfűnek, mint minden élőlénynek igenis vannak jogai. Na hát, ez már készít, összeomlott a gát, ez nektek nem benne ezek szerint. Hát ez a mondat már még érdemel egy büntetést szerintem. Úgyhogy... Egy büntetést? Mire gondolsz, korbáccsal? Hát horrorfilmben. Mi a leggyakoribb kellék egyébként? Mi kapásban késre gondoltunk, Kötél. Kötél. Hát a pszichó volt a kés talán, ugye, de... Kötél is nagyon szép dolgokat lehet csinálni egyébként látványos képileg. Na jó, hát meglátjuk akkor, mi lesz. Esetre én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Meglátjuk, hogy sikerül-e paródiaként megrendezni Bálintnak ezt a kis horror produkciót. Ugye ez a nap kérdés, az igen tippeket továbbra is várjuk a 1792-es SMS vonalra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor hamarosan Hello Brother vonal. Hello Brother. Big Brother. Big Brother. Na és akkor nézzük a telefonokat, a 06-81-320-100-as szám mostantól él. Hello? Hello? Hello, szia! Hello, Lili vagyok. Jó a csülök a telefonon. Jó a csülök a telefonon? Rá gondolsz? Ez csülök? Igen. Én velős csonnak mondtam. Akkor te nagy horror rajongó vagy, ugye? Majdnem. Ez nagyon jól szórakozol, neked tetszeni fog akkor ez a horror film. Jó. Jól csinálja a Bálint? Jól rendezi? Igen. Mit szólsz ahhoz, hogy egy ilyen táskát csinált a kamerából? Ügyes technikai fogás, majd beválik. Kreatív. Csak annyit szerettem volna mondani, még tegnap nem jutottam be, hogy a leszűkített tér, a társaság, a kényszerhelyzet kiváltja az emberi rossz tulajdonságokat. Az IT és az Angela, az nyugodtan kimehetem, mert két nagy túl... Ez most úgy hangzik, mint egy tanulmány. Tessék? Most úgy hangzik, mint egy tanulmány. Nem, hát csak ez lett volna a sima natur.
Jó, hét hát mindenki mit másnak kép. Szurkol. Köszönjük szépen a hozzászólást. Hello, jó éjszakát, jó Hello, munkát. Brother. Hello, van valaki a vonalban? Igen, szia. Jó estét, én is a tegnapihoz szeretnék hozzászólni. Horrorhoz nem? Az IT-nek a büntetése, az nem az IT büntetése, hanem az egész csoporté. Az lett volna a jó büntetés, hogy kap mondjuk 2+ szavazatot. Na jó, de Angéla hát, meg egyet. De Angéla segédkezett, a többiek hagyták, hogy kidobja a kis kutyás igen. csomagot a kerítésen. Tehát ezek az emberek közösségben élnek, tehát szerintem a nagy testvér megbüntethet mindenkit. De nem mernek a többieknek is szólni. Hát láttad, mindenki látta, hogy röhög rajta. Ó, de hogy nem, nem kell félteni a többieket. Azért, mert itt olyan nagy darab, szerintem a többieknek meg nagy a szája. IT-nek nagy a teste, a többieknek meg nagy a szája. Nem hiszem, hogy... Mindegy, az IT, amilyen szimpatikus volt először, annál jobban dolgozik rajta, hogy minél többen megutálják, szerintem. Majd meglátjuk, más meg együtt. Azt mondja, hogy a Szabiból van elege. Köszönöm jó, a hozzászólást. Halló? Halló? Halló, itt a nagy testvér. Itt meg én. Azt akarom mondani, hogy mit paráznak ezen a feladaton ennyit? Mit paráznak? Nem paráznak, dolgoznak. De hogy az előkészületekre gondolsz? Hogy? Olyan lassan haladnak. Jó, de hát a filmkészítés, akkor ezek szerint lehet, hogy te nem tudod, az nem egy gyors dolog. Filmek mindig lassan készítenek, még egy ilyen 5 perceset is. Ja, meg azt akarom mondani, hogy Évinek mindig ezt a maszkot kéne hordania, mert illik rá. Igaz? Én nem tudom. Olyan szerinte... jól áll neki. Köszönjük a hozzászólást. Nincs mit. Hello. Halló, tessék, ki van a vonalban? Jó estét kívánok, András vagyok. Kívánok. Az volna a kérdésem, hogy végül is tudom, hogy semmit nem kötelező nézni, de végül is kinek, kiknek az érdekét szolgál ez a demoralizáló, súlyosan elkölcsromboló műsor. Fiatal vagyok, lehet, hogy értelmiség ez a baj, de szerintem az egész, ez egy felháborító mocsok. Tudom, hogy ez a TV2 az súlyos pénzavarban küszködés, össze kellett ezt adni, de külföldön a Big Brother nem erről szólt. Köszönöm szépen. Jó, de hogy nem, ez egy licensz, a Big Brother az mindenütt egyforma, csak természetesen azért mégis egy picit más a szereplők miatt, itt most magyar szereplők vannak. Ez volt tehát a Hello Brother, és akkor most mielőtt megnézünk egy erotikus mozit, tehát mielőtt a Bevállalom Brother lesz, kapcsoljuk még egyszer élőben a házkamerát. Minden szart lehet venni első osztályban. Érte, oda járt fók ember meg kvátáron? Nem, ki nem hiszem, hogy még 10 évesen. Te kis lehet. Már láttam. Áruházakban ilyen cuccokat. És 10 évesen még azért megnéztem a pókembernet. Abban nyitottad az ajtót, mi? Hogy abban mentél suliba? Nem, azért annyira nem voltam visszamaradott, hogy megvenyem. Csak megnéztem őket, hogy ja, nem rossz. Különböző jelenetben. Tehát az annyi... Ezt én sem értem, hogy ezt miért akarták így. Tehát az legalább 3 olyan jelenet kéne, ahol mindenki benne van egyszerre. És az legyen legalább egy ilyen kényszer. De az már alapban nem lehet, mert az egyik hiányoznia kell, hogy aki kameráz, mindig az egyikből hiányzik valaki, tehát alapban ezt már nem lehet megcsinálni. Miért? Ő már szerepelt 3-szor, tehát így van. Kameráz a 3 jelenetet, akkor tök jó. Igen, de érted, hogy mit mondok, hogy 5 percen belül olyan jelenetet, aminek van értelme, ezeket beleszőni, de szerintem így is jó lesz, ahogy mondtátok ezeket az ötleteket. Fejlett a Superman. Hát végül is ő a szép fű a csapatban, igen, menni fog neki ez a karakter. Közben valaki azt írja SMS-en, hogy Zsani és Szabi nagyon édesek, csak így tovább. Hamarosan a Bevállalom Brotherben majd meglátjuk, hogy hol is tart a Zsanett-Szabi kapcsolat. Előtte azonban hagyd mondjam el még egyszer, jelölő hét van, én Kaposvárra fogok utazni, a szórakoztató és bevásárlóközpontba várok minden Évi és Big Brother rajongót, onnan fogunk együtt élőben bejelentkezni Klaudiához, aki természetesen a stúdióban lesz, és hogyha valaki Klaudiánál szeretne néző lenni, akkor ne felejts el, hogy a 0690-220-200-as számon, illetve a közönségkukac bigbrother.vnet.hu e-mail címen még jelentkezhet. És akkor nem marad más hátra, mint hogy a mai napi erotikus filmünket levetítsük, aminek a főszereplője Szabi és Zsanett, és hát tulajdonképpen ennek a filmnek az a lényege, hogy aki nem csinálja, az beszél róla. Bevállalom, brother. Big brother.
Azt mondtam, hogy mindig a poénnál mész el. Ja. Tényleg egyébként erről még nem is beszéltem veled. Neked így mennyi idő a Seattle az ágyig? Még egyszer? Hogyha ugye ágyba bújsz valakivel, és akkor elkezdek, akkor mennyi idő, amíg neked így... Szóval amíg hegyet mászol és fölérsz, az mennyi idő? Én egy módon nagyon tudok élvezni. De igazából én orális szexel élvezek. Uá. Legjobban, viszont az aktusnál nagyon-nagyon ügyesnek kell lenni, hogy elévezzek. De ott nagyon? Hát nagyon, ott nagyon, de például ott nagyon szeretem a segédeszközöket. Tehát ezt akkora hülyeségnek tartom a szexben, segédeszköz. Ez nem, ez nem. Jó, ez nem hülyeség. Ez nem az. Én nekem meg pont azért tetszik, mert ez változatos. Tehát a szexben egy gyengétséget szeretek, de abba tetszik az, hogy kis olyan vad. Sokat nem beszélünk róla, csak ennyire lettem volna kíváncsi egyébként, hogy sok vagy kevés, de mégis erre nem kaptam ezt a többi lényeg. De nem tudom, hogy sok vagy kevés. Hú, hát ezek soha nem értem, de olyan... Lehet, hogy hosszú. Mennyi sok? Mondjuk olyan 40 perc. Áááá! 40 perc a tízszer, szóval nem 40 perc. Én akkor mondtam, 40 perc? Úristen, így belegondoltam. Hát addig igen. Kisebb írnád. Akkor veled jó lehet. Ott már magamra húzom. Ott már 40 percig én nem bírom. De hogyha közösen megy a dolog, akkor sem? Nem. Nem, tehát tényleg annyira kell az, hogy az együtt elélvezés, hogy igazából 40 percig még nem bírtam, hogy csak vele foglalkozzanak. Jó, hagyjuk a témát, most hagyjuk a témát. Szabika, retteg, mi lesz veled, Szabi és Zsanett? Majd meglátjuk, minden esetre ebből még szerelem is lehet. A Szabi-Zsanett kapcsolatban is elmondhatják a véleményüket. Ismét él a Hello Brother vonala 06-81-320-100-as számon, és akkor most a csülökkel már is kapcsolok valakit. Hello! Ciao. Te vagyok? Igen, én vagyok, és te ki vagy? Vagyok, és kapcsolatban szeretnék megszólalni. Nem Zsanettel, meg Szabival kapcsolatban? A legjobb arc. Legjobb arc Évi? Nem, Zsanett. Zsanett a legjobb arc. Évivel az a bajom, hogy lehetséges az, hogy simogatja a kutyát, utána nem most kezet főz, a haja belelog a kajába. Ez hogy lehet? Higiénia. Igen, te tényleg egy Zsanett rajongó vagy, mert Zsanettnak is ez a baja minden nap. Hát akik, kutyabarátok, meg kutyagazdák nem mindig mosakodnak annyit. Ez egy ilyen... Akkor egy év utána mondjuk te, hogyha te is látnád Évi ott. Egyébként kutyázik. Ez a kutya, ez egy nagyon tiszta kutya. Ez lenne jó Zsanett, Évi, ez tökéletes. Köszönjük szépen, ciao. Halló. Halló, tessék, itt a nagy testvér. Halló. Halló, szia. Szia, Tia, Feri vagyok. Szia. De én már próbálkoztam egy jó párszor nálatok. Én úgy érzem, hogy van egy kicsit olyan egyéni forgatókönyv ennek az egésznek személyenként. Nem érzed úgy? Egyéni forgatókönyve mire? Igen, hogy mindenkinek személyesen meg van beszélve az, hogy ki mit csinál, és utána végén... Mármint a Big Brother házban? A Big Brother házban, néztem a való világot is, és arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogy itt is meg ott is szexre megy a dolog, hogy amikor a végén két-két győztes bennmaradna, összehoznátok a két csapatot. Ezt szerintem te sem gondolod komolyan. Miért? A Big Brotherből meg a való világból összehoz, és dupla vagy semmi alapon. Aki marad, az duplát víz. De nem csak a szexről szól, hát egy hónap alatt volt két szexjelenet. Össze az kell sok? Hozni őket, nem az, hogy sok. Hát úgy érzem, nagyon köszönjük szépen a hozzászólást. És akkor még egy utolsó telefont. Halló, van valaki a vonalban? Szia, Dévald vagyok. Hello. Az iránt érdeklődnék, hogy miért kell másokat nézni ezekbe az előadásokba. Tehát naponta két előadás van, 8-kor, én úgy tudom, meg ez a késő esti. Miért nem lehet azt nézni, amit a házlakók csinálnak bent, tehát mikásabb műszeket, vagy amikor veszekednek, amit 8-kor nem lehet leadni? Hát lehet, most is mindjárt kapcsoljuk a ház kamerát élőbe, és akkor megint lehet nézni. Hát én ezt úgy érzem, hogy a nap 24 órához képest ez elég rövidke időnek minősül.
Hát ezt nem tudom eldönteni, de köszönjük szépen a hozzászólást, ez volt a Hello Brother vonal ma este, akkor nézzük meg, hogy a nap kérdése hogy áll. Ugye az volt a kérdés, hogy sikerül-e Bálintnak paródiaként megrendezni a horrorfilmet. A többség azt mondja, igen, sikerül, vicces lesz a film, amit hamarosan láthatnak majd önök is. Vicces lesz, szórakoztató lesz, biztos lesz benne sok vér. Azt minden esetre, hogy ma este már láttam, hogy Andi megint turista lett, és elkapta egy csontváz, amely kijött a szalmából. Tegnapi nyertesünk, aki egy feltöltőkártyás mobiltelefonnal lett gazdagabb, Waldmanné, Buden Tisztl Éva Tata. Hát ezt a nevet nagyon nehéz elnézést kimondani. Tehát Waldmanné, Buden Tisztl Éva Tatai lakos nyerte a feltöltőkártyás mobiltelefont. Fülej, flörtő. Senki ne felejts el, hogy a 0670-700-7000-es kémvonalon élőben lehet hallgatni a játékosoknak a hangját, csevegni is lehet és ismerkedni is lehet a többi Big Brother rajongóval a 0670-700-7000-es telefonszámon. És akkor még egyszer elmondom, mert soha nem elég, hogy jelölő hét van, én Kaposváron leszek az üzletközpontban, Claudia pedig itt várja 0690-220-200-es számon a nézők jelentkezését. Ez volt már a késő esti Big Brother, meglátjuk, milyen lesz Bálintnak a horrorfilmje, és akkor most még egyszer kapcsoljuk a házat. Ciao. Hogy ahogy fölhagyja a takarót, és akkor be akarnak bújni, de látja, hogy valaki ott van. Szép. De látja, hogy valaki ott van, és az elmond egy mondatot, hogy a paradicsom tisztítja. Úgy tették ide, mint a Renáta bekrémezte volna. Hogy kell a paradicsom tisztítja. Románokat dolgoztattok, vagy mi? Hát ez az, mint a Renáta, azt hittem a Renáta krémezte be. Ez ragasztó, vicces? Hát először már a lakály bejövetele előtt, itt már van. Brother. Ez volt a Big Brother, a Valentine Show voltából. Még előttünk az egész éjszaka. Valentine's Go Play. Együttműködő partnereink. A szórakoztató elektronikai és a háztartási berendezéseket az LG szállítja. Autós partnerünk a Rea Systema Auto Buda. A motorokat és a berendezési tárgyakat a Kika biztosította. Biztonságunkról az Escort Védelmi Szolgálat gondoskodik. A sportszereket és a hangszereket a Trial RT biztosítja. Energy. A nyereményt a Bravotel biztosította. Média partnereink. Színes RTV, a legszínesebb műsorújság. Schlager Rádió. Színes mai lap. Metro hírújság. A jó estét Magyarország most következik.